Üdvözlök mindenkit, krim. vagyok, srácok, beszélgessünk a railjackről és arról, hogyan építsd meg a railjackedet. Ugye az előző videóban beszélgettünk arról, hogyan építsd meg a dojo magát, a dry és mik még szükségeltetik ahhoz, mire kell ügyelni. Viszont amit rosszul mondtam abban a videóban, és a kedves YouTube közösség személyemet megillető kedves szavakkal ezt ki is emelte, az az, hogy félreértelmeztem a patch azt, hogy két új pálya jön a két, vagyis hát a négy új nyersanyaghoz, de nem, nem jön új pálya, hanem az adott bolygónak az adott pályáin fogjátok tudni megszerezni azokat az új -e nyersanyagokat. És ez ugye az egyik a Ceres, és a másik az Európa. Annyit szeretnék kérni, hogy nem feltétlenül fog meccsingelni, amit mondok, ami a videóban van. Ha követitek a videót lépésről lépésre, akkor eléritek a célotokat. Szóval, de maga az egész dolog egyszerű. Hogyha megépült a klánodban a drydog, -ok, akkor odamész a research laborjához, ennek a research konzoljához ennek a drydognak, és kiveszed belőle a Cephalon Site. A Cephalon Site megépíted a foundry -ban. ha elkészül a foundry a Cephalon Site, akkor odamész a hajódon, a liszteteden a questes Konzolhoz, és felveszed az új questet. Ennek a questnek a neve Rising Tides. Ezt a questet kell elindítanod, és akkor Szefalon száj útba igazít, hogy hol fogod megtalálni a Railjackednek a részeit. Na most ezt tudnod hogy kell, mindenkinek saját Railjackje van, nem számít, hogy mekkora klámban van vagy a költségek ugyanakkorák lesznek mindenkinek, mivel ez a saját hajód. És követitek szefalosszály utasításait, semmi nagyon extra, el kell menni helyekre, meg kell egy kis defenszt kell játszani, a, a, a rosszabbik része utána jön, és itt nagyon 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 ajánlom, hogy ne sajnálj magadtól 30 platot összesen, hogy vegyél drop chance boostert és resource, uh, resource booster-t. Szóval, uh, mert hogy konkrétan a több órás farmolást, az lecsökkenti percekre igazából. Nem azt mondom, tehát az új alkatrészek, uh, amiket domnak a cubic diodes és a carbides, és az két új, uh, hogy is mondjam, Uh, nem, nem is nyersanyagos, nem is kő, ami a, a Playzavel illetve uh, Fortunán esik. Ezek viszonylag, viszonylag, jól esnek, de boosterekkel jobban esnek, és több is esik. És ja, így, így vág bele a formulásba, azon kívül 6 milla uh, kredit. Fel se tűnt az az igazság, mert hogyha Hogyha az embernek akad, akkor, akkor, nem igazán tűnik fel. Valaki viszont kirakott nálunk egy képet a Necroarmy Facebook oldalra, hogy ennyibe kerül a, a Railjack, és ott látja, hogy 6 millió kredit. What the fuck? És nagyon drága. Nem tűnik fel, de hogyha nyersanyag hiányában vagy, akkor ez egy drága projekt lesz, és nem csodálkozom azon, hogy a, a Digital Extreme ezt egy kicsit előrébb hozta, ezt a projektet, hogy megépüljön a hajód, amire oda kerül, hogy maga a content elérhető lesz. Mert, mert tekintve, hogy 6 millió, azt még nem is olyan nehéz összeszedni, de hogyha a nyersanyag hiába van, vagy az összes többi nyersanyagot, azt eléggé macera lesz összeszedni, és ezért én tényleg ajánlom, hogy keressetek össze 60 platot, sajnál magadtól 60 platot azért, hogy boostereid legyenek, és hogy ezen viszonylag kényelmesen és gyorsan túl esél. Na most négy küldetés lesz, négy résszel benne, semmi nagyon extra nézzük, és várjuk, hogy, hogy legyen egy új content. Uh, valószínűleg, ami ez érdekesség, hogy lesz, lesz, van valami egész jó kis lortörténet uh, lore történet a Cephalos száj mögött, illetve aki nézte taktika Potéonok a videóját, hátul van egy ilyen kék tartályszerűség, vagyis egy tartályszerűség valami kék cucca benne, amiben állítólag egy nagy új van, de egy ilyen óriás új uh, van beletéve, és uh, érdekes, mert a, Kiindulva a, az anyagokból, amiket kibányáztunk a Plaza Vádalon, illetve ugye ez a Parasite, vagy mi a fene, illetve a löty, amit kibányáztunk, vagy lötynek kinéző dolog, amit kibányáztunk a, Plé a, a, a Fortunán, az, az arra ad nekem indokot, hogy a hajó vagyis ez a railjack, mint ahogy a mi liszetünk is, némileg élő, tehát félig meddig, ugye organizusok vannak benne, tehát félig meddig uh, egy ilyen élő alkatrészekből összerakott valami lehet érdekes, meglátjuk. Ennek kíváncsi vagyok a Lord történetére, és ugye arra is, hogy Szefalon száj, az mondja, hogy neki volt egy csapata, és a csapata meghalt, és valószínűleg, hogy ő a felelős ezért, és ezért nem akarja ő átvenni az irányítást a hajók felett, de hogy adott körülmények között nem talált jobb irányítót a hajóra, egy olyan szefalont, ami, ami, képes lenne a harcra és taktikára, stb. Ezért, ha mi is szeretnénk, ő lesz a mi hajónknak a parancsnoka, és, vagyis hát a kapitánya, mondhatni így, és így kerül oda a Szefalon Nem a legjobb, de adott körülmények között ő a legjobb című történet. Ez lenne a háttértörténet az egésznek, és ennyi, ennyi lett volna ez a videó. Még egyszer mondom, ha megszereztétek Szefaloszát a Dry Dog-ból, legyártjátok, elindítjátok a Rising Tice Quest-et a Questnél a hajótok, a, a hajótokon, és uh, vagyis ugye a kódexnél, a questek felirat, uh, elindíthatjuk a Rising Tide küldetést, követitek Szefalosszáj utasításait, vesztek egy boostert a farmoláshoz, mert abban még benne van 15 argon kristály, és ezt csak úgy mondom, és, és kőkevény farmolásba belekezdtek, uh, és akkor szépen lassan elkészültek. Ennyi lett volna, ja, és nem lehet lerasolni a javítást, 12 órát várni kell, lehet akármilyen gazdag. Uh, ennyi lett volna, srácok, ez a videó, nagyon köszönöm a uh, figyelmet, a következő videókig. Sziasztok!